Most még üresen állnak a szobák a Nyíregyházi Egyházmegye új épületében. Néhány héten belül azonban elfoglalják irodáikat a görögkatolikus intézmény munkatársai, és megkezdődik benne a munka. Az épület közel 160 millió forintból épült. Az új püspökségre az egyház megnövekedett feladatai miatt volt szükség. A dolgozók létszáma növekedése miatt szükség volt iroda bővítésre, hiszen az egyházi iskolák, intézmények, szociális és oktatási intézmények átvételével a feladatkörök is bővültek, ezért szükség volt olyan tárgyalókra, irodai szobákra, oktatási és szociális irodákra, amely most már elkerülhetetlenné vált. A kispapok már elfoglalták szobáikat a megújult papnevelő intézetben. Teljesen új környezet várta őket. A rendszerváltás óta ugyanis az épület nem esett át jelentősebb felújításon. Most nem csak a bútorok és a belső terek újultak meg, hanem új nyílászárókat kapott az épület tetőtere, cserélték a szigetelést, korszerűsítették a fűtést és napelemeket helyeztek el az épületen. De a papnevelde mellett a hozzátartozó kápolna is teljes felújításon esett át. A beruházás közel 500 millió forint Európai Uniós és állami támogatásból valósult meg. Elsődlegesen a fejlesztésnek az iránya, hogy korszerűbb és méltóbb körülmények között készüljenek a papságra. Úgy érezzük, hogy gyakorlatilag az épület jellege nem változott, de belülről jóval korszerűbb, energetikailag fejlettebb, kényelmesebb, bútorokban teljesen kicserélődött épület várja a fiataloknak a papságra való készületét. Szentelt olajjal kente meg a papnevelő intézet falait Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolita, valamint Orosz Atanáz miskolci püspök és Szocska Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója. Ez is része volt annak az ünnepélyes szertartásnak, amelynek keretein belül a megújult épületeket megáldották szombaton. Az eseményen részt vett Szabó Tünde is, aki az egyház által végzett munka fontosságára, illetve a görögkatolikusok Nyíregyházán betöltött szerepére hívta fel a figyelmet. Tudjuk, Nyíregyháza sokat köszönhet a görögkatolikus közösségnek, hiszen a város mai arculata az önök jelenléte nélkül sokkal szerényebb lenne, hiszen teljes oktatási rendszerükkel segítik városunkat, az óvodától a főiskoláig, a felső oktatásig, a görögkatolikus templomok és a körüljük szerveződő közösségek pedig minden városrészben jelen vannak, és szebbé, jobbá teszik az itt élők mindennapjait. A görögkatolikus egyház és a kormányzat között megerősödött a kapcsolat, emelte ki Eszták Miklós beszédében. A nemzeti fejlesztési miniszter hangsúlyozta, ennek a megerősödésnek számos jele van. Ezen a helyen állva, hálával telten feladatomnak érzem, hogy megerősítsem azt az együttműködést, amellyel a magyar nemzet és a társadalom felemelkedéséért, fejlődéséért az egyház, a görögkatolikus egyház is az állammal, a kormányzattal közösen dolgozik és fáradozik. Ennek megszámlálhatatlan jelét láthattuk az elmúlt években. Szép számmal újultak meg a görögkatolikus intézmények, templomok, parókiák. Eszták Miklós hozzátette, a közös munka reményei szerint nem áll meg, hanem biztosan tovább tart majd a jövőben is.